Márki Flórával, a György István Katolikus Általános Iskola diákjával arról beszélgettünk, mit is jelent számára a kosárlabda. Elsős kora óta kosarazik, annyira megtetszett neki, hogy más nem is próbált ki. Az U12-es csapatával országos hatodik hely a legjobb eredményük. Én már kiskorom óta sportolok, és nagyon megszerettem, mert nagyon sokat kaptam a sportágtól. De nem kosárral kezdték, amikor még alsós voltál, mit sportoltál? Én elsős koromban kosárlabdázni kezdtem, és azóta azt hízom. Hát akkor más nem is próbáltál? Nem. Milyen eredményeid vannak? Országos dobdakosárba bajnokságon 6. helyezettek lettünk. A sportnak köszönhetően magabiztos lett, és a jó időbeosztást is megtanulta. Kedvence a matematika és a testnevelés. Nekem a kosár nagyon sokat adott, magabiztos lettem, és be tudom osztani az időmet. Azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ne kelljen nagyon sokat tanulni. A tanulás? A kedvenc tantárgyam a matematika és a testnevelés. Fél évkor kitűnő lettem, és szeretnék év végén is kitűnő lenni. Fél évkor kitűnő lett, az a célja az év végén is. Tanulmányi versenyeken, egyéni versenyeken szoktam indulni. Pénteken lesz a matematikából egy területi döntő. Mire számítasz? Milyen feladatot vársz? Hát én remélem, hogy bejutok az országos döntőbe, mert nagyon sokat dolgoztam ezzel a versennyel. És a szöveges feladatokat szereted jobban, vagy a logikai, tehát mesélj egy picit a matematikához való viszonyoddal. Én a szöveges feladatokat nagyon szeretem, bár van, amit nem nagyon értek. Akkor még van egy-két napot, hogy erre is rákészüljél, de mondjuk hogy állsz az olvasással? Kedden lesz egy olvasóverseny, és arra is menni fogok. És te is a kézbefogós könyves vagy inkább interneten olvasol? Én interneten nem nagyon szoktam olvasni, inkább könyvből. És miért szereted kézbefogni a könyvet? Nekem van egy olyan hangulata, amikor olvasok, és amikor internetről olvasok, akkor kicsit másabb. Most matek tanulmányi versenyen is indult, reméli az országos döntőbe jut, mert sokat tanult rá. A városi olvasóversenyen is részt vett. Szeret olvasni, kedvenc írója? Nincs. Hobbija a kosarazás és az olvasás, de otthon édesanyjának is segít a főzésben. Kedvence a makaróni. Nekem a hobbim a kosárlabdázás, emellett szoktam olvasni. És mondjuk otthon anyának segítesz valamit? Takarításban szoktam segíteni, és néha főzésben is. Na, mit főztél már? Hát vacsorára szoktunk főzni. És mondjuk, hogy ha anya azt mondaná, hogy most egy kis bundás kenyeret csináljál vacsorára, az már menne? Hát kis segítséggel, igen. Egyébként mi a kedvenced? A kedvencem a makaróni.